A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége 1991 óta rendezi meg a Magyar Kórusok napját. 1882-ben ezen a napon született Kodály Zoltán. Országszerte ezen a napon koncerteket és hangversenyeket rendeznek a jeles nap méltó megünneplésére. A Gárdonyi Zoltán Református Kórus 20 éve szervezi a rendezvényt Szekszárdon. Egyes emberek is létrehozhatnak olyan dolgokat, képesek kiemelkedő teljesítményre, de azokat megtartani csak egy közösség tudja. Azt hiszem, hogy az elmúlt 20 év, mióta a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes a Magyar Kórusok Napját szervezi, ez az idézet tökéletesen igaz. És megfogalmazható a hozadéka, mert igyekszünk megvalósítani, hogy legyen a zene mindenki, és hogyha végignézünk a hangversenyen, közreműködő kórusokon, akkor ott nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok is megszólaltatnak. Ezen a ponton jutunk el a magyar kórus mozgalom jelenlegi legnagyobb problémájához, az utánpótlás kérdéséhez. Minden karnagy egyöntetű véleménye szerint nagyon nehéz a jövő generációját a kórus éneklésre rábírni. Nagyon nehéz utánpótlást keríteni, és leginkább férfit. Tehát országos szinten nyugodt szívvel beszélhetünk arról, hogy a kórus éneklésekben és a kórusokban, kivételezőről a profi énekkarok, nagyon komoly férfi hiánnyal küzdünk. A mai világban már nem divat az éneklés. Sajnos már nagyon sok családban sem, de akár mondhatom a zenei nevelés az anya a pocakjában kezdődne, ez teljes egészében, hát tisztelt a kivételnek, de elmarad, és amikor nem énekelnek, úgy nehéz a jövőben arról beszélgetni, hogy hogy lesz kórus, mint lesz kórus, amikor a gyerekek akár óvodáskorukban, akár iskoláskorukban nem ismerik meg azt az érzést, hogy milyen jó közösségben is együtt énekelni. Pedig mindaz, amit a magyar kórus mozgalom letett az asztalra, el nem múló érték. Szerves része a magyar és így módon az egyetemes kultúrának. Szerintem ma is érték, csak nagyon kevés ember számára, főleg azoknak, akik a zenei nevelésben részesültek, tehát akik zenei tagozaton énekeltek, vagy megizlelték az életben az éneklés örömét. Szekszárdon sajnos nincsen énektagozat, nincs honnan építkezni, és az nagyon ritka eset, hogy olyan diákot tudok megszólítani, aki zeneiskolás és énekelt, vagy pedig zenélő gyerek nagyon sokszor itt kezdenek el kórusban énekelni, és mire megtanulnak valamit, addigra meg sajnos elballagnak. Az lenne a célja, hogy minél többen érezzék meg a muzsika, a művészetnek a szerepét, közösségformáló erejét, és szeressenek énekelni. Minden kórus más adottságokkal rendelkezik, ide olyan tagokat vártunk, akik kotta olvasók, tehát aki csak hallás után zenei előképzettség nélkül szeretne ebbe a kórusba bekerülni, az nem nagyon tud, mert a műveknek a nehézsége, de szerintem ezt nagyon sok kórus elmondhatja, még hogyha amatőr kórusik is, nem profi kórusok, csak profi módon elsajátítanak műveket. Nincs már oda bennem, különös Istenem, mert őtök szemben Ahhoz, hogy ez a negatív tendencia megváltozzon, át kell alakítani az általános iskolai zenei oktatás jellegét és módját, mert ez a most tapasztalható folyamat a kórusok működésképtelenségéhez vezethet hosszú távon. Az énekoktatás élményszámba menjen, és hogy nagyon sokat éneklünk, ami nyilvánvalóan akár a zenetörténet tanítás, akár a szolfés oktatásnak a hiányára megy, viszont egy énekórán éneklünk 20-25 percet, és mikor arra a gyerek odaér, hogy 8. osztályba elballagott, egy 150-200 népdalt a torka szakadtából tud fújni. Ha tud énekelni, ha nem. Egyrészt a heti egy énekóra, de a másik oldal pedig nyugodt szívvel mondhatom, hogy nincs az a fajta pozitív éneklés. Ez sajnos a szakmára is sok esetben a szakmára is érvényes. Ha afelé tudnánk haladni, hogyha a gyerek többször énekelhetne, lenne rá módja. Nem mindennapos éneklés, de egy 2-3 énekóra
hetente. Fokozatosan be kell az oktatásba vinnünk a komoly zene mellett a könnyű zenét is. Nem túlnyomó többségben, de muszáj lenne nekünk is az énekoktatásban e felé vinni a dolgokat. Ha valamilyen impulzust kap gyerekkorában, akkor egyszerűbb megszólítani. Felnőttként nagyon nehéz az, hogy valakit elhívni, nincsen semmiféle zenei élménye, nem jár hangversenyre, nem volt az operában, semmiféle köze nincs a komoly zenéhez, akkor nagyon nehéz erre a műfajra rászoktatni vagy ránevelni. Nem véletlenül mondták azt, hogy az első 12 év az ember személyiségének a fejlődésében nagyon fontos, hiszen hogyha akkor nem kap olyan zenei impulzust, ami meghatározó, akkor utána az egyre nehezebb. Én ezt saját magam is megtapasztalom a mindennapi munkámban. Miközben mindenki Bartók és Kodály országáról kezd beszélni, ha a magyar kórus mozgalom kiemelkedő minőségét akarja hirdetni, a háttérben láthatóan komoly gondok lapulnak. Ez pedig, ha nem változik a helyzet, akkor a magyar kórusok napját egy szűk szakmai csoport ünnepévé silányítja.